Az utolsó, a negyedik adventi gyertya gyújtására is több százan érkeztek a Sárospataki Művelődés Háza előtti térre. Idén minden hétvégének más védnöke volt, így az utolsó gyertyát a városban működő civil szervezetek gyújtották meg közösen. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozóknak ad karácsonykor. Az adventi koszorú minden gyertyája szimbolizál egy fogalmat. A hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt. A Szent Erzsébet Társaság vezetője szintén az örömszerzésről beszélt. Adunk. Adunk magunkból, adunk abból, amink van. Tervezgetjük, hogy mit is adhatnánk oda. Milyen boldog az az ember, aki tud adni, akinek van feleslege. De milyen boldog az az ember, akinek nincs ugyan feleslege, miért, de mégis megtalálja, hogy mit tud odaadni. Ünnepi beszédében az adventet, a várakozás fontosságát és az örömszerzés lényegét emelte ki. Mindannyian örülünk neki és várjuk a Szentestét, hogy mit fogunk adni és vajon mit fogunk kapni. Ez a gyermeki várakozás mindannyiunkban benne van, jó lehet már átéltünk 20, 40, 60 vagy 80 karácsonyt, de ez a várakozás mégis benne van mindannyiunkban, és így ilyenkor, amikor a negyedik gyertyát is meggyújtottuk, és a karácsony a kertek alatt, akkor csak nő bennünk a várakozás, a feszültség. Az adventi műsor végén a családok elhozták a fényt, a szeretetet otthonukból, és megosztották azt a közösséggel is, hogy együtt ragyogják be karácsony ünnepét.